Az összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntőjének február elején Nyíregyháza adott otthont. Akkor a kosárlabda, kézilabda és röplabda csapatokban olyan játékosok léptek pályára, akik egyesületi szinten a legjobbaknak számítanak korosztályukban az országban. A diákolimpia rendszerében van egy amatőrök számára kiírt sorozat is, erre olyan együttesek nevezhetnek, amelyeknek tagjai az előző két évben nem szerepeltek a szakszövetség által szervezett bajnokságban. Az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpiai sorozatban megyei szinten 9 együttes indult, az első kör után a legjobb 4 csapat a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban mért össze tudását. A diákolimpiának pont ez a lényege egyébként, hogy mindenki megkapja azt a lehetőséget, hogy a sportban meg tudja mutatni önmagát, és ezért nagyon fontosak, és kiemelten is kezeljük az amatőr diákolimpiai versenyeket is, hiszen itt meg valóban megvan a lehetősége arra azoknak a gyerekeknek, akik a tanulás mellett nem olyan magas szinten, mint mondjuk a profik végzik ezt a sportágat, hogy ők is ugyanabban a hangulatban, ugyanolyan körülmények között megmérjék magukat, és egy versenyrendszerben is megizleljék azt, hogy milyen is a diákolimpiának a hangulata. A házigazda Vasvári mellett az Ibrányi Móricz gimnázium, a Vásárosnaményi Rákóczi gimnázium és a Nyíregyházi Évisz csapata került be a megyei döntőbe. Mindenkinek a tudatában a kosárlabda az első, hogyha az Évisre gondol, vagy a fordítva. A röplabda nálunk már hagyomány. Tehát nem mondom, hogy ugyanannyi ideje tart, mint a kosárlabda, de egy olyan 10 éve folyamatosan, vagy még régebben is, 10 éve folyamatosan foglalkozunk a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy tavaly ugyan nem, mert megyei másodiként nem jutottunk be az országos döntőbe, de előtte 5 éven keresztül országos döntőbe szerepelt az amatőr röplabda csapatunk. A rendező vasvári csapata az elmúlt évek eredményei alapján esélyesként vágott neki a megyei döntőnek. Mi tavaly megnyertük ezt a amatőr diákolimpiát Debrecenben. Annyi a minimum elvárás, hogy be kell jutni most is a 20 csapatos országos döntőbe, aztán meglátjuk. A megyei döntőt végül a Vasvári nyerte, miután a torna fináliában 2-0-ra verte az Éviszt. A harmadik helyen az Ibrányi Móricz végzett, a negyedik hely pedig a Vásárosnaményi, második Rákóczi Ferenc gimnázium csapatának jutott. Bugyi József győztes együttese így bejutott az április végi kecskeméti országos döntőbe.